Innováció, tudomány, technológia a 21. században. Ez a Novum. Köszöntöm Önöket, én Kocsisen Brigitta vagyok. Sok mindennel készültünk mára, úgyhogy nem is húzom az időt, mutatom a részleteket. Smart Brick. Okos kocka, ami életre kelti a Lego modelleket. A jövő szuperanyaga. Történet a grafénról és annak megmunkálásáról. Első kézből. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökénél jártunk. Erdőgazdálkodás másképp, tudományos értékű ökológiai kísérlet a Pilisben. Újabb magyar találmány hódította meg a világot. A Vengit csapata egy olyan okos legókockát fejlesztett, aminek segítségével mobiltelefonon vagy tableten keresztül irányíthatjuk építményeinket. Az elmúlt 2 év sikerén felbuzdulva pedig a Smart Brick hagyományos játéktípusú felhasználását az edukáció irányába is kiterjesztenék a srácok. A Városligetben járunk egy szép őszi napon, ahol 2 jó barát kávét és frissítőt kér egy kis délutáni nosztalgiához. 2 éve ugyanis olyan dologba fogtak ezen a helyen, ami mára igazi sikersztorivá nőtte ki magát. Megálmodták a Smart Bricket. Pont 2 éve szeptemberben kapott el az az őrület, hogy újra összerakom gyerekkorom játékait, ezért hevesen legózni kezdtem. Így ezt a családom látva karácsonyra meg is lepett egy nagy legódarúval, amit be is vittem a céghez összerakva. Igazából maga a játék és az összeépítése hozta azt az élményt, amit a gyerekkoromban is éreztem, utána viszont nagyon unalmasnak tartottam és nagyon statikusnak ezt a dolgot. Ezért arról beszélgettünk bent a srácokkal, hogy hogyan lehetne ezt feldobni, egy kicsit interaktívabbá tenni, és ekkor született meg a Smart Brick ötlete. És hogy mégis mi ez a titokzatos Smart Brick? A Smart Brick egy okos kocka, amit hogyha beletesz a legódba, akkor tabletről vagy telefonról ez távirányíthatóvá válik. A kis kockán belül van egy Bluetooth adóvevő, ezzel a Bluetooth alatt kapcsolat tartatja a kapcsolatot a mobileszköz felé, illetve LEGO kompatibilis csatlakozókat találunk rajta, amivel pedig a LEGO saját motorjait vagy ledjeit tudja vezérelni. Mivel a korábbi LEGO megoldással szakítva nem infravörös alapon működik a távirányítás, hanem Bluetooth-szal, így napfényben a kertben is lehet játszani. Emellett a távirányító grafikus felületét is a felhasználó tervezheti meg kényekedve szerint. Ha pedig több S-Bricket épít be, akár 64 különböző funkciót is tud egyszerre vezérelni, ledeket és motorokat egyaránt. Például épít egy kis autót, belerakja az okoskockát, rácsatlakoztatja a járgány kormányzását, hajtását, indexlámpáját, féklámpáját, amiket telefonról vagy tabletről irányíthat. 2 évvel ezelőtt itt kezdtük el a Kickstarter kampányunkat. Itt a Városligetben nyomtuk meg a gombot, hogy a kampány elkezdjen. És egy hónappal később sikeres volt a kampányunk, sőt túlléptük azt a határt, amit el akartunk érni. Tehát ez egy nagyon nagy dolog volt nekünk pont 2 évvel ezelőtt. Az elmúlt 2 évben a kockára teljesen rákattant a legós szubkultúra. A fiúk közel 20 000 darabot értékesítettek belőle szerte a világon. Sőt, van egy 15 000 felhasználós, saját S-Brick közösségi oldaluk is, ahol a modellezők megoszthatják egymással építményeiket, ötleteiket, élményeiket. Az új projekt pedig az eszköz oktatási célú felhasználása. Mindig bele akartunk menni az oktatási piacba, mert látjuk, hogy mennyire nagy hiánya van az oktatásban olyan eszköznek, ami segít gyerekeknek tanulni programozást meg robotikát. És az új S-Brick, amivel ki fogunk jönni most, szeptemberben, az az S-Brick Plus, és ebből tudunk csinálni robotikát meg programozást. Az oktatási pakkukban 24 tanórára való lecke található. Mindegyik más és más programozási mechanikai megoldást tanít a gyerekeknek. Például megépíthetnek és beprogramozhatnak egy olyan robotkutyust, amit ha hozzárendelnek egy okostelefonos kvíz alkalmazáshoz, megmondja, jól válaszoltak-e a kérdésekre. Ha igen, csóválja a farkát, ha nem, rázza a fejét. A nagy ereje az az, hogy mindegyik nyelvvel programozható. Na, ez nem hangzik egy olyan nagy dolognak, de ha megnézed a többi kockákat a piacon, és igazából csak Legónak van egy, a Legót lehet programozni csak az ő nyelvükkel. A miénk megprogramozható nagyon egyszerű nyelvekkel, ilyen húzható nyelvekkel, vagy programozható profi nyelvekkel, mint mondjuk az Apple Swift Playgrounds, ez az Apple-nak az új nyelv, ami kijön,
vagy Java, JavaScript, vagy Python, vagy C++. Ezek már nagyon komoly nyelvek, tehát ezekkel már pénzt lehet keresni. Ez nem gyereknyelv. Persze ötletekből és tervekből nincs hiány. Peti, a csapat modelldesignere is folyamatosan új megoldásokon pörög. Ezért is csak később kicsit megkésve csatlakozott a csapathoz. Az utolsó pillanatig finomítgatta ugyanis legújabb modellrepülőjét. 2 éve találkoztunk, amikor indult az első kampány, és akkor szóltak a közönséghez, hogy aki tud modelleket építeni, ami használja az Esprit-ket, azokat szeretettel várják. Én már akkor több éve legóztam újra, és nagyon megtetszett maga a termék is, meg maga az ötlet, amit kínálnak, és építettem egy hasonló repülőt, az sokkal nagyobb volt, de butább. Azóta sem szakadt meg a kapcsolat. Az oktatási csomag modelljeit például mind Péter álmodta meg. Munkája során ő teszi láthatóvá azokat a funkciókat, amikre a kocka képes. Úgyhogy mi is megkértük, mutassa meg, mit is tud ez az Esprit-kel felturbózott repülő. Hát ahhoz, hogy bemutassam a repülő funkcióit, először is be kell kapcsolnunk. Az elem itt található, mert szerettem volna mindent elrejteni, azért, hogy még élethűnek nézzen ki a modell. És elővesszük hozzá az Esbrick-nek a távirányítóját, ami ugye a mobiltelefonunk, ahol én magam terveztem egy irányító profilt ennek a repülőnek, amivel a fő funkcióit be lehet kapcsolni, ezek pedig a lámpák, működnek a kormányfelületek, kanyarodásnál a csűrőlapok, előre-hátra mozgásnál pedig a magassági kormány, természetesen működnek a propellerei is, és ami még plusz funkció, hogy a kerekeit be tudja húzni és ki tudja engedni. Minden tud tehát, amit egy rendes repülő. Éppen csak repülni nem, hiszen a Lego mint alapanyag túl nehéz, a gyártott motorok pedig túl gyengék. De nem is ez ennek a modellnek az érdekessége. Ami miatt különleges ez a modell, hogy ebbe már szenzorokat építettem bele, amit az Esbrick Plus kezel, és hogyha felemelem a repülőt, akkor ennek a hatására behúzza a kerekeit, a föld közelségét érezve újra kiengedi őket. Sőt, a modell a dőlésszöget is érzékeli. A döntési szenzort pedig, hogyha erre döltjük a repülőt, akkor a csűrőlapokat mozgatja. Ha előre-hátra döntjük, akkor pedig a magassági kormányt működteti a farkán. A fiúk lelkesen tervezgetik a jövőt, amire minden okuk megvan. Ki tudja, talán pár év múlva megint itt találkozunk a Városligetben. Újabb évfordulót és újabb sikereket ünnepelve. Karkötővé hajtogatható kijelző, ablaküvegből napelem, vagy éppen törhetetlen járművek. Csak néhány példa a jövő szuperanyagának felhasználási lehetőségeiből. A grafén tömeggyártásának tökéletesítésére a világ legnagyobb kutatólaborjai költenek dollár és eurómilliárdokat. Közben itthon dr. Tapasztó Levente és csapata kidolgozott egy olyan eljárást, amellyel a világon jelenleg létező legpontosabb módon képesek megmunkálni a grafén nanoszerkezeteket. Hogy mégis hogyan? Már is mutatom. Dr. Tapasztó Levente fizikus. A Lendület pályázat nyertes, junior prima díjas, akadémiai ifjúsági díjas kutatócsoport vezető, főkutatási területe a grafén. A Tapasztó Levente vezette magyar kutatócsoport nemrég kidolgozott egy olyan nanotechnológiai eljárást, amely a világon jelenleg létező legpontosabb módszer a grafén nanoszerkezetek megmunkálására. A kutatások alapötlete az onnan ered, hogy a mai elektronikában az információ feldolgozás és az információ tárolás az alapvetően két különböző technológiára, két különböző anyagra épül. Ugye az információ feldolgozás az a szilícium alapú tranzisztorok, még az információ tárolás az pedig a mágneses, ferromágneses fémekre épül. Na most óriási előnye lenne annak, hogyha ezt a két különböző technológiát egyetlen egy anyagban tudnánk egyesíteni, és itt jön képbe igazából a grafén, amelyik egy viszonylag új anyag, alig több mint 10 éve sikerült először izolálni, és megoldhatja ezt a problémát hosszú távon.
Tapasztó Levente egy különleges szerkezetet mutat nekünk. Ez egy pásztázó alagút mikroszkóp, a lelke egy nagyon hegyes tű, amit nagyon-nagyon közel hozunk a mintához. Nem csak a grafénnak a leképezésére, tehát a megfigyelésére, az atomi szerkezetének a feltárására lehet használni, hanem igazából a módosítására is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy most a tű és a minta közé, hogyha egy nagyobb feszültséget kapcsolunk, akkor igazából már nem csak leképezzük, hanem tulajdonképpen szabjuk, vágjuk a grafént. Ha a grafént egy papírlapként képzeljük el, akkor mintha egy képzeletbeli ollóval tudunk belőle kivágni nanoszerkezeteket, ami nagyon lényeges, mert ezáltal, hogy szinte atomi pontossággal tudjuk ezeket a szerkezeteket létrehozni, a grafén olyan tulajdonságokkal ruházható fel, amivel alapértelmezetten nem rendelkezik, azonban az alkalmazások szempontjából kulcsfontosságú. A szerkezet egy vákumkamrához hasonlít, ami nagy vákumban és mínusz 200 fokon működik. Ebben az esetben egy részfóliára növesztett grafén látható, ezt helyezzük el ennek a szkennernek a tetejére. Na most a másik része, az pedig a maga az STM tű, vagy maga a pásztázó alagút mikroszkóp és a tűje. Ugye ez a nagyon vékony, tulajdonképpen atomi hegyes platina tű, ebből a tűből lőjük, bombázzuk elektronokkal a grafénnek a felszínét, miközben a szkenner pásztáz fölötte, illetve ezzel a tűvel vagyunk képesek mai napig is a világon a legpontosabban megmunkálni a grafént, és most már egyéb kétdimenziós anyagokat is. Azáltal, hogy a grafén atomi szerkezetét közel atomi pontossággal tudják megmunkálni, sikerült félvezetővé és mágnesessé tenni az egyébként fémes és nem mágneses anyagot. Itt a képen látható grafént, kétdimenziós grafén síkból keskeny szalagokat, ugyancsak a pásztázó alagút mikroszkóp segítségével keskeny, nagyon keskeny szalagokat tudunk kivágni, akkor ezeknek a tulajdonságai nagyon változatosak lehetnek. Ugye a fémes szalagok, grafén nanoszalagok töltik be a vezetékek szerepét, a félvezető nanoszalagok a tranzisztorok aktív anyagát, illetve a mágneses élő szalagok pedig a memóriát, illetve a memória egységeknek a szerepét. Na most ilyen komplex rendszerekből funkcionális elektronikai eszközöket lehet létrehozni, amely, hogyha megvalósul, és mindezt létre lehet hozni a pásztázó alagút mikroszkóp litográfiával, ezzel a nanotechnológia eljárással, amit itt mi kidolgoztunk, ha ez megvalósul, akkor ez egy olyan elektronika alapjait fekteti le, ami a jelenleginél sokkal nagyságrendekkel gyorsabban működik, és sokkal, de sokkal kisebb energiaigénye van, tehát magyarul kevesebbet fog fogyasztani. A grafénnal valósággá válhat például, hogy a mobiltelefonunk képernyőjét összehajtjuk, és új energiatároló rendszereket hozzunk létre. Hogy miért Svájc sok felmérés szerint a világ leginnovatívabb országa, és hogy mi köze van a kultúrának az innovációhoz? Erről is beszél Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke sorozatunk első részében. Magyar kutatásfejlesztésnek óriási nehézség, hogy emberek bonyolult kapcsolatokon keresztül függnek egymástól, hogy majd a ilyen előmenetelénél, hogy fog szavazni, olyan előmenetelénél, hogy fog szavazni, ide hogy választják, vagy oda hogy választják, de engem nem kell semminek megválasztani. Én nyugodtan mondhatom bárkinek, hangsúlyozom még egyszer a szót, bárkinek a véleményemet, és vagy megfogadja, vagy nem, a saját hatáskörömben pedig a döntéseimnek megfelelően mennek a dolgok. Azokra az emberekre, akiknek adok a véleményére, rájuk hallgatok, népszavazást és közvéleménykutatást nem tartok minden egyes döntés előtt. Természetesen nincs olyan ember a Földön, aki mindent tudna, még egy szűk szakterületen sem. Itt ajánlatos Teller Edének azt a jó tanácsát figyelemben, mint többször elmondott nekem, hogy neki mi volt a definíciója a szakértőre. A szakértő az, aki az ő szűk szakterületének minden lehetséges hibáját legalább egyszer már elkövette. Pálinkás József fizikus, korábban a Debreceni Atommagkutató Intézet igazgatója, vendégprofesszor észak-amerikai és skandináv egyetemeken.
volt oktatási miniszter, majd két cikluson át a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Nevéhez köthető az akadémia megújítása, új akadémiai törvény és a rendkívül sikeres Lendület program elindítása. 2015. január 1-től a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Feladata, hogy az innováció olyan sikeres legyen Magyarországon, mint a világ élen járó országaiban. Mint például Svájcban, ami több felmérés szerint a világ leginnovatívabb országa. Hogy miért éppen Svájc? Nagyon jelentős a kulturális különbség. A kulturális különbséget azt abban értem, hogy a svájciak sokkal hosszabb távra gondolkodnak, mint Magyarországon. Minket részben a 1990 előtti időszak, de jelentős mértékben a 90 utáni időszak is inkább arra indít, hogy rövid távon gondolkozzunk, mert nem tudjuk, hogy később mi lesz, hogy lesz, úgy lesz-e az a pályázati rendszer 3 év múlva is, úgy lesz-e az a kutatásfinanszírozás 5 év múlva is. Svájcban ez lényegét tekintve nem változik. Tehát ott, aki jó, az bízhat abban, hogy ő 5, 10 vagy 20 év múlva is, mindaddig, amíg élvonalbeli kutatásokat tud produkálni, addig ő tud finanszírozást szerezni erre, mert van egy stabil, megbízható rendszer. Ha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor azt mondanám, hogy hát azért jó, mert amiért a svájci óra, mert pontosan működik, mert jól összerakott rendszerről van szó, és ha megnézzük, ugye Svájc nem tagja az Európai Uniónak, de ha megnézzük azt, hogy a Európai Uniónak az egyik kutatási programja, a European Research Council-nak hívják, Európai Kutatási Tanácsnak nevezhetnénk, ez lényegében egyéni kutatási pályázatokat ítél oda, 1 millió és 2,5 millió euró közötti pályázatokat. Ebben egy főre elsően Svájc kimagaslóan teljesít. Sokkal jobban, mint bárki. Hogy mindennek mi az oka? Néhányat az elnök úr is megnevez ezek közül. Persze, a megvalósításuk az a keményebb dió. Jelentősek a fizetések, komoly verseny van a pozíciókért, és van egy távlatos előrehaladási rendszer, amit én sokszor elmondok Magyarországon, hogy ez szép dolog, amikor valaki azt mondja, hogy a fiataloknak segítsünk, és kell is, hiszen a legrosszabb helyzetben vannak. Nehéz megteremteni, hogy legyen, ha most csak leszűkítjük a beszélgetést a kutatásra, a fejlesztésre, innovációra, legyen ezen a területen egy perspektíva, egy távlat, és ezt Svájc megadja. A Pálinkás Józseffel készült sorozatunk legközelebbi témája, az államnak semmi dolga az innovációval, vagy az állam vegye kézbe és irányítsa a folyamatokat. Az igazság? Valahol félúton. A klímaváltozás egyre szélsőségesebb hatásai, mint a heves viharok, a hőmérséklet emelkedése, a termőföldek csökkenése, vagy éppen a levegő szennyezettsége, mind-mind veszélyeztetik a föld növény- és állatvilágát. Ez ellen próbálnak meg ökológiai úton védekezni a Pilisi parkerdőben. Az MTN Növényvédelmi Kutatóintézete itt vizsgálja például a mikroklíma, a talajviszonyok, az aljnövényzet és egyes állatcsoportok változásait. Áldozatos munkájuk pedig érdekes, új tudományos eredményeket hozott. Az éghajlat tartós és jelentős mértékű megváltozása próbatételek elé állítja erdeinket is. A hazai erdőgazdálkodási módszerek a fakitermelés mellett egyre nagyobb figyelmet szentelnek az erdők védelmi és közjóléti funkciójára. A Pilisi parkerdő együttműködésével az MTA Ökológiai Kutatóközpontja 2014-től vizsgálja az erdei fahasználatok termőhelyre, felújulásra és a biológiai sokféleségre gyakorolt hatását. A vizsgálat célja az, hogy
megnézzük azt, hogy ezek a különböző fahasználati módok hogyan változtatják meg az erdőnek a termőhelyét, beleértve a talajviszonyokat, a mikroklímát, hogyan hatnak az erdei élővilág sokféleségére, tehát különböző élőlénycsoportoknak a faji összetételére, fajgazdagságára, hogyan hatnak az erdő felújulására. Ezeket a kezelési módokat természetvédelmi, ökológiai és gazdálkodási szempontból hasonlítják össze. A vágásos, illetve az örökerdő gazdálkodásnak a fahasználati módjait tettük egymás mellé. 5 kezelést alkalmazunk, ebből az egyik az úgynevezett kontroll, tehát az érintetlen eredeti állomány. Van egy vágásterület, egy 80 méter átmérőjű úgynevezett mikrotarvágás, ami a vágásos üzemmódnak ugye a vágásterületet kialakító fahasználatát reprezentálja. Ezen belül van egy úgynevezett hagyásfa csoport, egy 20 méter átmérőjű terület, ahol nem vágtuk ki a fákat. Ez is nagyon gyakori, hogy elsősorban természetvédelmi szempontból a vágásterületeken hagynak meg mindig valamennyi faállományt. Elsősorban természetvédelmi szempontból idősfa, holdfa biztosítása szempontjából, illetve hogy az erdeikhez, az árt erdőhöz kapcsolódó élőlények valamennyire túl tudjanak élni ezeknek a beavatkozásoknak az ellenére is. A holdfa az erdők funkciója, fennmaradása, stabilitása szempontjából fontos. Az erdei fajok harmada kötődik a holdfához, hisz az odulakú madarak fészekként használják, és kedvelt élőhelyez a bogarak, gombák, mohák, zuzmok számára is. Kialakítottunk egy úgynevezett bontott állományt, ahol egy 80 méter átmérőjű körben kivettük a faállománynak a 30%-át. Nagyon sok esetben az erdők letermelése nem egy fázisban zajlik, hogy egyből vágásterületet alakítanak ki, hanem először megbontják az állományt, és utána az így létrejövő természetes újulatra alapozva újítják fel az erdőt. És a negyedik fahasználati mód egy lék, egy 20 méter átmérőjű terület, ahol kivágtuk a fákat. Az örökerdőgazdálkodás során általában egyedileg vesznek ki fákat, vagy kisebb facsoportokat az erdőből, és ezért ilyen kis lékeket találhatunk az ilyen folyamatos erdőborítás biztosító gazdálkodásnak kitett erdőkben. A természetes folyamatokra alapozzuk az erdőművelési eljárásokat, tehát a meglévő faállománynak a csemetéire számítunk, hogy azok fogják képezni a következő generációnak a tagjait, nem pedig máshonnan magot vagy csemetét hozunk a területre, és azokat ültetjük, hanem a meglévő faállománynak a genetikai bázisára alapozzuk a erdők megújítását. Vizsgálják a facsemeték növekedését, megfigyelik a különböző fafajok reakcióit az erdészeti kezelésekre. Ez egy kis szatellit vizsgálat, lehet látni ezeket a tuskókat. Itt arra voltunk kíváncsiak, hogy bizonyos mikroklímára érzékeny növények hogyan reagálnak ezekre a kezelésekre. Ezért betettük egy korhadéklakó mohának a példányait ezekre a tuskókra. Egy olyan korhadéklakó mohafajt választottunk, amiről feltételezzük, hogy bár Magyarországon viszonylag elterjedt, de alapvetően a párásabb élőhelyekre jellemző. Egy éve zajlik ez a vizsgálat, és gyakorlatilag az lett az eredmény, hogy gyakorlatilag csak a kontrollállományban él túl ez a mohafaj. Ezekben a köztes kezelésekben, mint a bontás, meg a lék lassabban pusztult ki, a tarvágásban pedig gyakorlatilag, ahogy kihelyeztük, pár hét után elpusztultak az egyedek. Most pedig idén indítottunk egy vizsgálatot egy másik mohafajjal, ezek a zöld foltok a ciprus mohának a példányai, ami viszont nagyon gyakran fakérgen él, ott is látható a fákérgén ez a mohafaj, erről pedig azt feltételezzük, hogy sokkal kevésbé érzékeny a mikroklíma megváltozására, ezért jobban túl fog élni a kezelésekben, mint az előző faj. Továbbá vizsgálják a talaj fizikai, kémiai jellemzőinek a változását és az állatcsoportok erdei változásokra történő reakcióját. A lég, a bontás és a hagyásfa csoport megfelelő eredményeket hozott. A kis területű hagyásfa csoport, amit a vágásterület vesz körül, zárt erdei fényviszonyokat produkált, hőmérséklet és páratartalom szempontjából pedig alig tért el a vágásterületek viszonyaitól. A lég talajnedvesség növekedést zárt erdei páratartalommal mikroklimatikus erdei viszonyokat teremtett.
Az örökerdő gazdálkodás lényege pont az, hogy kerüli a vágás területek kialakítását. A fákat egyesével vagy kis csoportokba termeljük ki az erdőben. Tehát ez a legkevesebb ráhatással van az erdei ökoszisztéma működésére. Ez a kutatás ahhoz is hozzá szeretne járulni, hogy elősegítse, hogy Magyarországon nagy léptékben, minél több helyen olyan gazdálkodási módok valósuljanak meg, amelyek természetvédelmi szempontból kedvező viszonyokat biztosítanak, és erdeink ellenállóbbak legyenek mind a globális klímaváltozás hatásainak, mind a különböző természeti katasztrófáknak. Az örök erdőgazdálkodás ebbe az irányba viszi az erdőgazdálkodást. Remélem, ma sem bánták meg, hogy velünk tartottak. Ha élvezték ezt a félórás barangolást az innováció, a tudomány és a technológia világában, akkor tartsanak velünk jövő héten is. Adásainkat természetesen addig is visszanézhetik a mediaclick.hu vagy a novumtv.hu oldalon. Érdemes Facebook oldalunkat is lájkolni, ahol már hétközben közzétesszük, mivel készülünk szombatra. Észrevételeiket, kérdéseiket pedig elküldhetik e-mail címünkre, az info@novumtv.hu-ra. Én már a búcsúzom, jövő héten találkozunk, viszontlátásra! Készült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával.